<kül> Szavasz Lőrinc, Viktor vagyok. Tudom, hogy nem szerelsz már gázt, de kéne egy kis segítség, biztos ismersz valakit. <kül> figyelj, Lölő, lő, figyelj, Lőrinc. Történt egy kis baleset. Anikó, Anikó, Anikó részegen nekiesett a gázkonvektornak, aztán leszakadt az Anikó arca, meg a gázkonvektor. Én voltam részeg, de ez most, ezt most hagyjuk, ez, ez, maradjon köztünk. Érted? Kéne egy kis gáz szerelni. Tudom, hogy már nem szerelsz gázt, meg aztán, aztán fel is emeltem a gáz árát. Figyelj, felemeltem a gáz árát, aztán nem tudom kifűteni a stadiont, a füves pályát, tudod. Figyelj, alapítunk egy társas házat, 120 lakásost. Föl kéne szerelni 120 gázmérőt. <laughs> Igen, a Vladimir, Vladimir majd küldi a gázt. Neked meg meg kéne csinálni, biztos ismersz valakit. <laughs> Figyelj! Figyelj, 120 lakásos társasházat alapítunk, és akkor ki tudjuk fűteni rezsicsökkentett gázzal a focipályát. A stadion, tudod? Tudod, ott a kertem végébe. Na most de, figyelj, biztos, ami biztos, most engedélyeztem, hogy ki lehessen vágni az erdőket, úgyhogy majd kivágjuk a szomszéd megyéket, úgyhogy, 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 rakjál be kazánt is, kazánt is, majd, majd, majd küldjél valakit, fővesszük fűtőnek, fűtőnek. <todik> Nem leszek halatlan. Kérhetsz valamit? Lőnix. Andinak. Ferruc, Viktor. Hát igen, már nem szerelek gázt, de majd van egy cégem, majd, majd megcsináljuk okosba. Figyelj akkor, akkor matematikus, vagy hogy ezt ilyen jól kiszámoltad, hogy 120 lakásos társas ház kell? Majd figyelj, megcsinálom neked. Aztán ráfogjuk sorosra meg a lipsikre. Mert kicsit sokba fog kerülni. Majd ráfogjuk sorosra, hogy fölemelte a gázárát. Ja, te emelted föl? Nem baj. Köztünk marad. Na figyelj, az úgy van, hogy akkor számoljunk, akkor, akkor, hát figyelj, majd Andinak kérek valamit, de az úgy lesz, hogy 3 milliárd lesz a kiszállás, 2 milliárd az árajánlat, és akkor lakásonként 200 millió a társasház gázóra, az 10 millió darabja, tehát akkor összesen e, azt meg kell rendelni, ilyen mennyiséget ingyen postával küldenek, az is 10 millió. Hát figyelj, Viktor, most olcsóbb, megszámítom neked, mert tudom, hogy hogy nem állsz jól anyagilag. 30 milliárd lesz, ha jó. <coughs> na lesz az egy kicsit sok, na lesz az egy kicsit sok. Na jó, én is tudok számolni, akkor legyen 40. <coughs> hát jó, hát akkor, akkor legyen 40. Jaj, de Viktor, hát most akkor mondtad, hogy Andinak kérhetek valamit. Hát Andinak hétvégén vettem egy zserbókod, de hát azt mondta, hogy az úgy olyan snasz, úgyhogy kéri hozzá a zserbó cukrázdát is. Hát megvettem neki a Vörös téren a zserbó cukrázdát, Na de hát az is olyan snasz, hát olyan jó lenne hozzá a Vörös maritér. Tudod, amit elsíboltál most a liberálisoktól, a budapestől tudod, odaadtad a Tóninak. Tóni majd kap másik teret. Léci, Léci, Viktor, Andi úgy örülne neki. Hát, 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 lőrincem, lőrincem, hát kicsit sokat kérsz, kicsit sokat kérsz, de megoldjuk, 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 Tónival majd megbeszélem, majd kap két másik teret, majd elveszük a liberálisoktól. Na jól van, jól van, jó van lőrincem, mikor tudtok kezdeni, mikor tudtok kezdeni, mert augusztusban már emel számlajon. Addigra már jó lenne a társasház, hogy olcsón fűtsem a, a pályát, olcsón fűtsem a stadiont. Jól van, Viktor, megyünk a jövő héten, küldöm az embereimet. Andi puszil.